Hírhíradó mára búcsúzik, a Kép és a hang azonban maradt Pécsett. Következik az Itthon című kulturális magazin. A viszontlátásra! Jó estét kívánok az Itthon című kulturális magazin nézőinek. Élőadásunk alatt a 0672 210 224-es telefonon várjuk észrevételeiket, hozzászólásaikat a műsorunkban elhangzó témákkal kapcsolatban. Mai műsorunknak keretet ad a farsang, ellátogatunk két rendhagyó irodalmi estre, megismerkedhetünk Vanyur István Szigetváron élő szobrászművésszel, és láthatunk művészkönyveket is. Vasárnap ismét megrendezték sok száz érdeklődő vendég jelenlétében a már hagyományossá vált mohácsi búsófarsangot, melyről ezidáig a télüző jelleget emelték ki csupán a tudósítások. Frankovics György néprajzkutató most következő tudósításával egyebek mellett megismerkedhetnek a sokác férfiavatási szokásokkal is. A búsók, kedves nézői, onnét jönnek át a szigetről. Mondhatnám a Boldogság szigetéről, vagy a Boldogok szigetéről, akik megjelenítik az elhunyt ősöket és az isteneket. Valójában ők termékenységi istenek, és azok mozdulatait utánozzák, megalkotva ezáltal az időt, amit periódikusan újra és újra, évről évre újra kell alkotni. Termékenységet hoznak át. Nem csak állatszaporulatot, hanem gondoskodnak az utódokról is. Ezért a búsójárás során a házakba betérő búsókat illet tisztességesen vendégül látni. Szarmával megkínálni, azaz töltött káposztával, ami kultikus eledelés, nagyon finom. Ahol nem látták őket szívesen vendégül, ott felszántották a háznak az udvarát, vagyis Európa népeihez hasonlóan, akiknek újévi szokásukban mindez megnyilvánul, a kultikus szántás, ismétlik az istenek cselekedeteit, a szántást és a vetést, tehát megismerkednek a szent titokkal. A búsó maszk faragása is nagyon izgalmas és nagyon érdekes. Titokban kell végezni, ugyanis nem lehet megtudni és nem szabad kitudódni, ki a beavatandó, ki rejlik a maszk mögött, ami ugye a maszk színházi kellék. Az istenek álarca, illetve a halotti álarchoz is kapcsolódik, és azt mondjuk, hogy színház, akkor itt dráma folyik. Az élet és a halál drámája. Ha jobban megnézzük a búsó álarcot, akkor általában a szemfog helye üresen marad. Ugyanígy jelentkezik ez a szokás, az avatás szokása során, hogy a beavatandónak kiütik a szemfogát, tehát le kell győzni a félelmet, a fájdalmat. A másik jellegzetessége a búsójárásnak az, hogy a beavatandó ilyenkor más nyelvet használ. Mint említettem, nem szabad kitudódni, ki rejlik az állarc mögött. Más nyelvet használva csak bao-bao fordítozást lehet hallani. Tehát a maszk három napig a búsó arcán marad, és csak hanvazó szerda reggelén veti le. Hatalmas örömtüzek is gyúlnak a téren, tehát az ember, a búsó megalkotja a teret, és újra szüli, újra teremti az időt is. Nos, a beavatás során a beavatandónak meg kell ismerkednie nem csak a szenttel, hanem a szexualitással is. A búsó rekvizitumok, így a fabuzogány is tallikus szimbólum. A lányok haját előszeretettel húzták meg valamikor a búsók, megcsüppkedték az asszonyokat, hogy bőséges tender teremjen. Tették ezt abból a célból, hogy bebiztosítsák magukat. Az ember ugyanis mindig is biztonságra törekedett, főként a földműves ember. A rítus messzire vezet el. A Balkánról hozták el a szokást a búsók magukkal, s a legenda arról szól, hogy így üzték ki, félelmetes állarc mögé bújva, buzogánnyal a kezükben, trombitát fújva a törököt. A legenda szerint égzengés és földindulás közepette megjelent a lovon egy aranyos vitéz, egy fénylő istenség, ugyanis ez a motívum elvezet minket
az európai népek azon örökségéhez, amikor a fény és a sötét arca is megnyilvánul. Természetesen a törököt előzik, de az mindig visszatér, mint maguk a búsok, akik átjönnek a szigetről ide közénk, hogy termékenységet szüljenek és biztonságot. Valamit jót hozzanak a földön élő embernek. Remélem a szokás még sokáig él. Időrendben megelőzte a következő mohácsi rendezvény a busófarsang fergeteges ünneplését, azonban nagyon is összefügg azzal, ami miatt a mohácsiak összejöttek és elbeszélgethettek városuk hagyományairól és kulturális életéről. Most készült el két könyv, mely a város hagyományait, mindennapi kultúráját kutatja. Az egyik Füzes János írása a mohácsi vízimalnokról, a vízimolnárok életéről és népszokásaikról. A másik kötet Igazi ínyentség az irodalom szerelmesei számára. 1966 után most ismét kiadták Pákolic István Busófarsang című művét, immár méltó formában, Bosnyák Mihály kitűnő illusztrációival. Én mohácsi születésű vagyok, és az életemből két évtizedet itt éltem le, középiskoláimat itt végeztem. Még saját szememmel láttam egy ilyen régi hajómalmot a sziget túlsó oldalán. És ez egy öreg korhat deszkaépület volt, és valahogy nagyon megragadta a fantáziómat már akkor. És akkor kérdezősködtem, hogy mi ez. És mondták, hogy vízimalom, Jézusom, mi ez. És akkor ez annyiban maradt. Azt szerettem volna az olvasók elé tárni, hogy egy városnak a történelme az nem termelő erőkből, nem termelési viszonyokból áll, hanem emberekből, akik évszázadok óta itt laknak, itt éltek, itt szerettek, itt töltötték a mindennapjaikat, és itt próbálták a boldogulásokat elérni. A ma mohácson élőkben él még a malmok és a molnárok emléke, a hagyományok? Egészen biztos, hiszen minden évben, hála Isten, 1989 óta megtartják a vízenjárók ünnepét, a Nepomuki Szent János ünnepet, és ez valamikor a múlt század végén az egész várost megmozgatta. És ahogy most az utóbbi években látom, újból megmozgatja a mostani mohácsot is. Ez pedig azt jelenti, hogy az emberek valódi ünnepet keresnek, olyat, aminek hagyománya van, és amivel együtt tudnak érezni. Na hát ez azt gondolom, hogy ilyen. Az eredendő könyvet, ami 66 táján jelent meg, egyszerűen nem is lehet kapni. És hogyha tulajdonképpen hagyományt szeretnénk őrizni, már pedig ezzel kettős hagyományt őrzünk, egyfelől a busójárás hagyományát szeretnénk ezzel kicsit nyomatékosítani, a másik pedig, miután édesapám a közelmúltban elhunyt, tulajdonképpen ez felé egy tiszteletadás és az ő munkáinak a gondozása. Maximálisan elégedett vagyok, mert most látom végre abban a formában, amiben tulajdonképpen már régóta szerettük volna látni. Itt valahogy úgy érzem, hogy nem egyszerűen illusztrációról van szó, hanem a műnek az életre keltésében, a szövegen túl ezek is maximálisan szerepet játszanak, mert a főbb pontokat, amelyek lényegesek a történet szempontjából, azokra igyekezett koncentrálni, na de nem szolgai módon követve a szöveget, tehát ezért mondom, hogy ez nem igazán illusztráció, hanem ebből saját magát egy kicsit, a saját elképzeléseit is belevitte, és ezért nagyon elégedett vagyok, hogy ragyogóak a grafikák, talán ugye a mű se rossz, és szóval így együtt ez a csapat munka, ez most nagyon-nagyon jól jött létre. Pákolic István könyve volt az, aminek kapcsán elkezdtél a busójárással, a farsanggal foglalkozni, vagy már előbb is? Hát mivel mohácsi vagyok, a farsanggal jóval előbb, mert egész csecsemőkoromban elkezdtem foglalkozni. Nem, ez csak egy lehetőség volt arra, hogy megfogalmazzam képekben. A farsang kapcsán nyílik egy kiállítás, ahol nem csak te állítasz ki. Beszélnél erről, hogy jött létre ez a kiállítás? De most a gyerekekre gondolsz. Volt egy ilyen lehetőség, hogy a saját képeimet kiállítsam, amelyek már elkészültek, és nyilván mivel farsang idején van kiállítva, adott volt Pákolic Istvánnak az illusztrációja. A másik pedig szó volt róla, hogy egy kísérletet folytattam, hogyha farsang és busójárás az a gyerekekben, a mai gyerekekben és a zsenipalántákban mit ébreszt fel? Mai mohácsi gyerekekben erősen élnek a hagyományok, úgy látod? Nem, abszolút nem.
Mohácsi gyerekekben a nyugati kultúra ér erősen, és van néhány olyan mártír, aki ha nem is próbál meg ellene tenni valamit, de legalább nem veti el azt, ami eddig élt itt. Vanyur István szobrász, népszerű és jól ismert alkotóember Szigetváron. Hempergő és ugráló lovai, nyújtózkodó kecskéje, vidám és szomorú emberportrai mellett szürrealista grafikákat is készít a saját tudását továbbadni szándékozó és tudóművész. A Pécsi Nevelőkházában rendezett kiállításán kérdeztük pályájáról, valamint munkásságáról. Vanyur István Harkányi kisiskolásként Siklósra járt át vidatező szakkörébe rajzolni, tanulni, vizuális alapműveltséget szerezni. Majd Pécset Nádas Éva növendékeként ötvös szakmát szerzett, aztán Budapesten a képzőművészeti főiskolán Víg Tamás növendéke volt. Itt diplomázott. Mondanom kell még valakit, a Farkas László, aki nagyon sokat foglalkozott velünk, az egész osztályunkkal tulajdonképpen. Ő az, aki óriásit lendített, tulajdonképpen ő volt az, aki a szobrászattal megismertetett bennünket. Volt sok tanárunk még ezek mellett, például a Trisler Ferencet említettem, aki a mintázással foglalkozott velünk, mint szobrászakkör vezető. A Víg Tamás volt az a nagymester, ugye, aki igazából nem tanított, hanem bejött hozzánk hetente kétszer a műterembe, és beszélgetett velünk. És közben korrigált, de nem a hagyományos értelemben, nem jött oda, és azt mondta, hogy itt rossz, ott rossz, hanem a beszélgetéseibe beleszőtte azt, hogy például ezt a tanulmányt másképpen kellene megközelíteni. Tehát részleteiben nem mondta azt, hogy bokka ne így álljon, a fül ne úgy álljon. Sőt, látta, hogy ha valaki akadozik, akkor nem zaklatta, hanem inkább a másiknak mondta el úgy azt, hogy én is halljam, hogy rám is vonatkozzon a dolog. Amikor ketten voltunk, akkor például a lovakról nagyon sokat beszélgettünk, ő is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Petri Sándornak jelentős szerepe volt abban, hogy Vanyur Istvánt még főiskolás korában letelepítették Szigetvárot. Hát igen, az akkori tanácsi vezetés úgy gondolta, hogy Zágon Gyula bácsi, akinek el kellett egészségok miatt költözni Budapestre, és a város díszpolgára volt, és a régi szigetvári családokhoz bekopogtattunk, akkor Zágon képet szinte mindig lehetett látni. 32 tanítványa volt, aki pedagógus lett. Szükség volt egy folytonosságra, ezt részben Kaporilon a betegsége miatt talán nem tudta vállalni, így én Szigetvárra kerülvén örültem, amikor egy szigetvári Zinyi Emlék ünnepség alkalmával főiskolás fiatalok jöttek Szigetvárra rajzolni a várban, amely divatos ma a világ minden részén, és hát megtetszett a Bírónak többek között egy-két vonalas, csodálatos rajza. Aztán beszélgettünk, mi lenne, hogyha Szigetvárra jönne. Harkányi tetszett neki, mi felajánlottunk akkor neki egy lakást. Szerencsére az akkori tanástársaság nem zsörtölőzködött ellen, letelepedett, megtetszett neki a város millője, a vele egykorú fiatalok, értelmiségiek, mások jó kijöttek vele. Ma mindenki már csak Pirúnak becézi, kiváló kispályás focista, a legutolsó kiállítása ott volt a kispályán, és hát nagyon szeretik. Sok tanítványa jutott el a főiskolára is már, akik közül bizonyára néhányan művészek is lesznek. Közvetlenségén keresztül néhány vonással mindig meg tudod valakit jeleníteni, és hát például van egy olyan Radibadi kávézónak nevezett helység, ahol leginkább sakkoznak, de a Pirúnak a képei ott vannak a falon, amiket időnként a kiáltásra el kell kiegni, mert nagyon megszerette a gazdája, aki hát kérte tőle ezeket a képeket, és hát általában büszkék azok arra, aki a Pirúnak a képeit a lakásukban tudhatja. Hogy telt ez a szigetvári 10 év? Készítettem az első évben egy tinódímán szobrot a szomszéd faluba Rózsafára, ahol állítólag Tinódi született, és azóta folyamatosan, szinte minden évben volt egy nagyobb munkám. Harkányban a következőben egy Kodolányi mellszobrot, amit
nem állítottak fel, éppen tanácselnök váltás volt. Utána jöttek a hősi emlékművek, közben folyamatosan a művelődési házban dolgoztam, és szakkört vezettem. Közben elváltam, új családot alapítottam, és a főiskolát is úgy fejeztem be, hogy a 88-ban, hogy már Szigetváron dolgoztam. Mit jelent Szigetvárnak az, hogy letelepítettek itt egy szobrászművészt? 10 év telett el azóta, hogy Piru barátunk, Vanyúr Pista Szigetvárra került. Azt hiszem, hogy maga Szigetvár, közvetlen környék, de Baranya más települése is az alkotásaiba gyönyörködhet, és szó szerint mondom, hogy gyönyörködhet. Ilyen fiatal embertől ilyen érett alkotásokat, ennyi kiállítást, ennyi kis plasztikai kiállítást, külföldi kiállításokat, honi megjelenítéseket, én azt hiszem, hogy elég kevéstől lehet látni, és örülünk annak, hogy egy hosszú időn keresztül a művelődési központnak volt a művészeti előadója, nagyon sok kiállítást tudott Szigetvárra hozni. Az iskolában, amikor általános iskolában rajzot tanított, nagyon sok gyerekkel szerettette meg magát a rajzolást, a grafikát. Én tudom, mert a fiam is valójában Pirunál járt, ő kerámikusnak tanult, hogy a műhelye mindig nyitott volt a fiatalok előtt. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokat foglalkozott velük, törődött, és igaziból senki nem tudott olyan kéréssel fordulni hozzá, hogy ezt ne teljesítse. Én azt hiszem, hogy egy nagyszerű embert, egy nagyszerű művész és nagyon jó barátot ismertünk meg benn. Éppen ezért mondom, hogy a város biztos nagyon sokat nyert ezzel, és hiszem azt, hogy ő is ezt a várost a siklósi születése után a második otthonának, vagy most már talán mondhatom, hogy első otthonának tekinti, és talán azok a köztéri alkotások, amelyeket ő elhelyez Szigetvárra és a környék falvaiba, így Rózsapán, Szent László, Nyugat-Szent Erzsébeten, és még végén mondtam már, Harkányban, Siklóson, Szigetváron, ezek mind-mind ilyen fiatal embert, azt hiszem, egy nagyszerű egyéniségre és egy érett művészre utalnak. Elég furcsa dolog, hogy valaki manapság a divattal ellentétben következetesen hagyományos értelembe vett figurális szobrokat készít. Nagyon sokféle divatot látok, nézem a televízióban az adásokat, megfognak, meg érdekes dolgokat látok. Én nem zárkozok ettől, egyszerűen úgy alakult, hogy én lehet, hogy ilyen a kézügyességem, meg tudom ezt csinálni. Hallottam már olyan, hogy van, aki azért nem csinál ilyet, mert nem tudná. Én szeretek elbibelődni. Valójában nem hiszem, hogy annyira hagyományosak, ha belemélyedünk, mert az én probléma felvetéseim ezekben mind például a függőleges és a vízszintesnek a játékai. Ha megnézzük, tulajdonképpen sokan szobor van itt a Káin, vagy az a Szelávi című szobor, hogy egy függőleges tengert sem tudunk felfedezni benne. Tehát én tudatosan figyelem a súlypontot, melyik lábra helyezkedik a súlypont, a talpnak az elejére vagy végére, és ahhoz képest a vállak, a nyak és a többi izom hogyan tér el, a tömegek egymáshoz hogyan mozognak. Most ez egy kicsit olyan tanárias hangzik, de engem például ilyen problémáim voltak, mikor ezeket készítettem. De az ember valamiért szobrot csinál, akár egy állatról, vagy egy emberről, nyilván indoka kell, hogy legyen. Na most én nagyon sokat nézegettem ezeket az állatokat. Gyerekkoromban is állatok voltak mindig, macskák, kutyák, tyúkok, mindenféle állat. Ugye a lovakat nagyon szerettem már gyerekkoromban, az volt a legnagyobb, a legcsodálatosabb élőlény, ami az én szememben létezett, mai napig is őt a lovat tartom a legharmonikusabb állatnak. Érdekes, csináltam a nagyon öreg lovat, nagyon furcsa testhelyzeti lovat, tehát ez nem jelenti azt, hogy az ember szereti ezeket az állatokat, hogy most azt az ideát mintázza meg. Ugyanúgy, ahogy az ember szobroknál kerestem ezeket a furcsa mozdulatokat, ezeket a súlypont
beli problémákat, például van egy lábon ugrik a ló, ugye? Nagyon nehéz volt, levegőben van ez tulajdonképpen, de mivel szobor és súlya van, valahogy le kellett hozni a földre, és például ez egy nagyon nagy feladat volt, hogy a kis csikó, és úgy rúg ki előre, mint hogyha egy ökölvívó, ugye egy jobb csapottat ne valakinek, például a hentergő ló ugyanaz, ha megnézzük jobban, és aki tényleg nézi a lovakat, ilyen mozdulatot hentergő lónál nem lát, mert nagyon összehúzza magát, és nem adja ki ezt a feszültséget, itt tulajdonképpen erről lenne szó, hogy a szélsőséges mozdulat, a határ, hogy megtaláljam. A kecskát, az nagyon szeretik ezt a kecskét, akik látták már, ugyanolyan mozdulat, eszik ez a kecske fáról. Valójában egy étkező, legelő kecskéről van szó. Nyilván, hogyha oda mintáztam volna egy fát, akkor a fa nagyobb tömeget képviselt volna, mint a kecske, és nekem ez a mozdulat tetszett, hogy feszül a háta, és akkor arra, mint a rá lennének aggatva a kis zsákok, ezek a csöcsök, ugye, mert ez egy nőstény kecske, hogy így mondjam, sokan félreértik. Ez egy vemhes kecske, széles a hasa is, és legelésztik. Mégis nem egy általános helyzetben lévő kecske. Tehát a szobrásznak az a feladata, hogy ne közvetlenül mutassa meg azt, amit szeretne, hanem aki vizsgálódik, az önmagának fedezze föl. Legyen különös ez a mű. Ne egy úgymond szájbarágos kontaktus legyen a néző és a mű között. Nyilván amivel én foglalkozom, tehát ahogy megközelítem ezeket a kérdéseket, ez nem lehet egy divat. Ez egy örökérvényű dolog kell, hogy legyen, mert ahogy nézem a más műveket, akár a régi, akár a 20. századi művészetet, itt nem lehet divatba kapaszkodni, olyan problémákat kell megoldani, amelyek örökérvényűek. Min dolgozol most? Most a legújabb munkám egy mellszobor, ami Patapoklosiba fog kerülni. Egy nagyon kis falu, egy honfoglaláskori település, és a polgármester nagyon lelkes, és nagyon örülök én is, hogy vannak ilyen emberek még, hogy annak ellenére, hogy nagyon kevés a pénzük, mégis megpróbálnak olyasmivel, amit nem lehet konkrétan megenni vagy elfogyasztani. Szegedi Kis Istvánnak a mellszobrát kérték, hogy mintázzam meg. Ő egy reformátor volt, és mivel egy református falu, a templomot most újítják föl, ugyancsak kazettás mennyezete van, ami itt a környéken nagyon sok, nagyon büszkék rá, szeretnék a templom előtti parkot is egy ilyen szoborral gazdagítani. A 3,5 hónapig tartó lengyel kulturális fesztivál a Polónia Express keretében krakói művészek alkotásaiból nyílt kiállítás a Pécsi Galériában. A kiállítás kurátora Pincehelyi Sándor, aki a politikai széljárásoktól függetlenül évtizedek óta ismerteti meg a magyar közönséggel a lengyel képzőművészet világszínvonalú alkotásait és alkotóit. A március 2-ig nyitva tartó tárlaton 8 művész installációs, rajz, fotó és videó munkái láthatók, melyek a kortárs lengyel művészeti tendenciák és eljárások reprezentatív áttekintését adják. Úgy gondolom, hogy ez a kiállítás jó reprezentálja mindazt, ami a krakói képzőművészetben jelenleg aktuális. A kiállított munkák arról adnak képet, ami élő művészetként van jelen. Ezek a krakói művészek a jövővel kapcsolatban tesznek fel kérdéseket, és adnak rájuk választ alkotásaikban, nem pedig a múltba fordulnak vissza. A 90-es években kezdtek ezek az alkotók egyáltalán eszmélni, akkor végezték a Krakói Képzőművészeti Akadémiát. 8-an állítanak ki ezen a kiállításon, 2-en méltán mondhatjuk, hogy már szerepelnek az összes művészeti folyóiratban, reprodukálták a munkáikat.
Tehát ők benne vannak a főirányban, és ők már biztos, hogy nem fognak elveszni ebből, hiszen szinte nincs olyan nagy nemzetközi bemutatkozás, ahol ők vettek volna már részt. Azt kell mondanom, nagyon sajnálatos, hogy a lengyel-magyar hagyományos kapcsolatok kulturális téren teljesen megszűntek. Paradox helyzet van, ugyanis a lengyelek akkor vesznek tudomást egy magyar művész jelenlétéről az európai képzőművészetben, ha nyugaton kiállít. Valószínű, bár nem vagyok benne biztos, hogy a magyarok többet tudnak a lengyel művészetről, mint a lengyelek a magyarokról. Ez minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy mi lengyelek rendszeresen kiállítunk Nyugat-Európában. Tehát semmiképpen nem nevezhető élénknek ez a kapcsolat, de ez nem csak lengyel-magyar relációban van így, valami oknál fogva ez jellemző a posztkommunista országok művészeti kapcsolataira is. Kényszerű helyzet alakult ki, kénytelenek vagyunk a nyugati piacon megméretni magunkat, és ettől ez a helyzet természetellenessé válik a kelet-európai kapcsolatok tekintetében. Éppen ezért sok hasonló bemutatkozásra volna szükség, mint a most zajló Polónia Express rendezvénysorozat, így közvetlen és élő kapcsolatok kiépítésére nyílna lehetőség a magyar művészekkel is. Mi Pécsiek címmel szervez rövid ideje Gergely János pécsi tanár beszélgetés sorozatot, melynek kissé rendhagyó módon egy autószalon ad otthont. A legutóbbi rendezvényen a 25 éves fennállását ünneplő Somogy folyóirat munkatársait és a lapot gondozó Bersenyi társaságot látták vendégül. A találkozóra meghívták az olvasókat és a Pécset tanuló somogyi egyetemistákat és főiskolásokat is. Somogy és Baranya két testvér megye, tehát természetes az, hogy a Kaposváron megjelenő Somogy folyóiratnak vannak olvasói is, meg munkatársai is Pécsen. És mi, a szerkesztőség minden olyan helyre szívesen elmegy, ahová hívnak bennünket, és ahol szívesen látnak, és ezért voltunk a közelmúltban, amikor egy Zala megyei számunk jelent meg, Zalaegerszegen könyvtárban. Voltunk Nagykanizsán művelődési házban. Jártunk gimnáziumban. Iskolákban. Most ez talán mindehhez képest rendhagyó, de talán a mai kornak mégiscsak a levegőjét jelzi, hogy egy autószalonban találkozunk itt Pécset a folyóirat olvasóival, a Berzsenyi Társaság pécsi tagjaival és a lap pécsi munkatársaival. Véletlenszerű volt az, hogy tanár létemre a klasszikus értelemben világmagyarázói magatartással és szemlélettel társulhattam egy kereskedő céghez, egy vállalathoz, vállalkozáshoz. Egy fiatal vállalkozó mellé szegődtem áprilisban, mert egy néprajzos barátom jelezte, hogy ő ezeket a farácsokat, amiket itt látunk, népi fafaragókkal csináltatta igényesen ennek a vállalkozónak, Kisvarga Istvánnak a rendelésére, aki baráti kérelemmel fordult hozzá, hogy egy franciás kultúrájú embert szerezzen neki, mert francia terméket árusítva, forgalmazva, közvetítve arra gondolt, hogy morális kötelessége bizonyos civilizációs hátteret is megrajzolni ennek a városnak a palettáján. Én azt hiszem, hogy inkább a hétköznapokkal találkozik az irodalom az ilyen alkalmakkor. És hogy ilyen sokan ma itt összejöttek, ebben én valamiképpen annak jelét látom, hogy nem idegenkednek a mi olvasóink és munkatársaink egy ilyen milliótől. Egy más alkalommal, ha a művészetek házába hívnak bennünket, oda is szívesen elmegyünk. Most ide hívtak bennünket, most itt vagyunk szívesen. Adott az a gondolat, hogy verbális találkozókat is lehetne szervezni, amely hiányzik manapság. Általában tesztelünk, meg űrlapokat töltünk ki, meg levelezünk. Teli van a postaládánk olyan iratokkal, amiket első olvasunk lassan, és továbbítjuk, propagandaanyagok, reklámszövegek.
olyan embereket hívjunk ide, akinek köze van a Pécshez, a Pécs szellemiségéhez, vagy gazdasági kultúrájához, hagyományaihoz, vagy jövőbe mutató kezdeményezései vannak. És akkor kitaláltam azt a címet, hogy mi pécsiek. Hát ebben mindenki belefér, foglalkozása, szellemisége, irányultsága, elkötelezettsége szerint. Hát nem csak úgynevezett intellektuális szférához tartozó emberek, hanem a kézművességnek, vagy az érdekes emberi tartásnak a reprezentánsai. Ma Magyarországon sok folyóirat van. Itt a Dunántúlon tulajdonképpen minden megyeszéken megjelenik két havonta, negyed évente egy jó folyóirat. Ma nem könnyű sajátos arculatú, egyéni arculatú folyóiratot szerkeszteni. A Somogy ezt az egyéni arcot elsőben abban keresi, hogy úgynevezett tematikus számokat állítunk össze. Például az idei első számunk az ezt a 25 évet köszönti. A következő számunk az a nyugati magyar diaszporát mutatja be. Nyáron balatoni számot szoktunk összeállítani, most ezt kitágítjuk egy kicsit az ember és a természet viszonyára. Aztán lesz majd egy erdélyi számunk, az idén Zala után Veszprémbe szomszédolnánk, és az utolsó számot azt az ünnep gondolatának szeretnénk szentelni. Úgyhogy tervünk van, legyen hozzá zab is, ahogy mondani szokták. A Magyar Művészkönyv Alkotók Társasága már évek óta igyekszik egymással megismertetni olyan művészeket, akik különböző technikával, különböző látásmóddal a könyv, a művészkönyv alkotásában, tervezésében érdekeltek. Mivel kiállítottak már szerte a világon, kapcsolatba kerültek több e témában alkotó művésszel. E hónapban a Pécsi Kisgalériában csodálhatjuk meg a kiállított művészkönyveket. 1993-ban az Országos Széchenyi Könyvtárban Budapesten volt egy nagy nemzetközi művészkönyvkiállítás, és ott határoztuk el, hogy egy csoportot kellene alakítanunk, mert azt szeretnénk, hogyha ez a műfaj, ez életképesebb lenne. Megpróbáljuk a dokumentumokat összegyűjteni, ami a születésének idejéből származik, tehát a hőskorból származó művészkönyves alkotókat, akik már a 60-as, 70-es években is dolgoztak, valamint a jelenleg alkotó művészkönyves kollégákat meghívni kiállításokra és megmutatni, hogy ez a műfaj milyen gazdag Magyarországon. Amikor én ezek között a könyvek között sétáltam és néztem, hogy milyen könyvek vannak itt kiállítva, akkor egyszerre fogott el a vágy, hogy hozzáérjek és lapozgassak, és egyszerre a félelem, hogy nem lehet hozzáérni, hiszen ez mégiscsak egy művészeti alkotás. Igazándiból az a jó, ha kézbe foghatják a művészkönyveket, hiszen a művészkönyv műfaján belül létezik olyan irányzat is, olyan technikai megjelenésű könyv, aminél a szöveg is nagyon érdekes, tehát lapozni kell a könyvet. Ugyanakkor vannak a könyvtárgyak, könyvobjektek, amik általában egy példányba vagy legfeljebb kettőbe készülnek, és mint egy szobor, plasztika úgy jelennek meg a kiállításon. És még mindig könyvről lesz szó. A pécsi Dunántúli naplónál volt egyszer egy nagy generáció, Berta Bulcsú, Tíri Árpád, Lázár Ervin, Rapp Ferenc, Hallama Erzsébet. A József Attila díjas író, újságíró Hallama Erzsébetnek sajnos már csak emlékét idézve mutatták be a Pécsi Művészetek Házában utolsó könyvét. A találkozása a Delfinnelt, melyet még maga szerkesztett kötetté. A könyv a Pannónia könyvek gondozásában jelent meg. Az újságíró pályáról azt mondják, hogy jó, ha az ember időben abba tudja hagyni, ez nem mindenkinek sikerül, és azt, amit összeszed, felszínes értesüléseket ezen a pályán, az idővel esetleg szép prózai munkává tudja érlelni. Tehát ez történt az ő pályáján, ugyanakkor sohasem tagadta meg az újságírói múltját, és még élete végén kötetbe rendezte a karcolatait, a tárcáit, publicisztikáit,
ugyanis ambíciója volt az, ami a magyar irodalomban egy tradíció, hogy nyívesen, klasszikus szabályok szerint megírni egy tárcát, egy karcolatot, az egy feladat volt Kosztolányinak, az egy feladat volt Móricznak, Adi Endrének is, tehát ez neki ambíciója volt, és ezeket gyűjtötte kötetbe. Ez a könyv érdekes módon az ő egyéniségét hozza elő, tehát egy ilyen kis törékeny, jó iránt sóvárgó, jóra törekvő emberke, aki amellett egy kemény konok és tündér. Ezek úgy 10-12 éve keletkezett írásuk, és hát a 80-as évek ugye az egy készülődés korszaka volt valamilyen nagy változásra, és ezt a változást most éljük, és valahogy előrevetítik mindazt, amit ma megélünk, ezek az írások. Benne vannak a sejtelmei annak, amit ma élünk át mai világunkban, és ezért nagyon izgalmasak, és hát benne van az ő különleges látható képessége, az a szeretet és az az irónia, ahogy az a bölcsesség, női bölcsesség, ahogy a világot látottak. Én azt hiszem, hogy hogy volt a természetében valami, ami ő úgy írta, hogy ahhoz a nemzetékhez tartozik, amíg még a rendet, a tisztességet, a becsületet szerette, és ami közösségi felelősséget érzett. És ezekben az írásokban is ez látszik, hogy ugyanakkor, hogy ő érzi ezt, tehát, hogy valamit kellene mozdítani a világon, hogy jobb legyen, szebb legyen, hogy legalább olyan legyen, mint a gyerekkoromban volt. Ő egy megfigyelő volt, aki szerette az embereket, aki fontosnak tartotta azt, hogy művelt legyen egy újságíró, egy nagy kultúrával közelítsen meg egy-egy témát, birtokában legyen a nyelvnek, az árnyalt kifejezésmódnak. Tehát olyan eszményeket vallott a szakmáról és az írásról, amelyek hát nem biztos, hogy ma már divatosak. A pontos munka, a jó munka, a nem is a végeredmény, hanem hogy tevékenykedjünk és jól tevékenykedjünk. Szóval hogy ez a gondolat, ez hiányozna, eltűnt volna, egyre kevesebb lenne a világon. Immár másodszor rendeztek a Kaposvári Színpolt galériában farsangi miniatűr kiállítást. Az idei már nem felelőtlen komédiázás, mivel a művészek jó része komolyan vette a feladatot, hogy kisméretben kell kifejeznie magát. Mivel ők húzzák majd maguk után a következő évek kiállítóit, várhatóan egyre jobb anyag gyűlik majd össze, mondta Pogány Gábor művészettörténész a kiállításon. Körülbelül a Pop Artnak az előtérbe kerülése óta megszoktuk azt, hogy a kiállításra szánt művek egyre sokkolóbbak, és ennek a sokkolásnak az egyik eszköze a méreteknek a megnövelése. Ami mellékesen egyszerűbb festést is tesz lehetővé, hiszen nem mókusecsettel kell festeni, hanem korongecsettel, stb. A másik pedig az, hogy ezáltal egy nagyon erős teljes képet betöltő, tehát a látószögemet teljesen betöltő vizuális hatás ér a művész részéről, és ebbe az irányba ment el a dolog. De ne felejtsük el egyrészt, hogy a kiállítás fal művészet az egy más műfaj, mint a otthoni fal művészet. Nézek, tisztelek és elismerek műveket kiállításokon, de nem akarok velük együtt élni. Mást meg szívesen hazaviszek, de nem vagyok benne
biztos, hogy a kiállításon olyan mértékben tud-e szólni, mint ahogy azt esetleg egy két könyves polc között egy kicsi felületen nekem odahaza megteszi. A miniatűr pályázaton 80 művész, köztük több külföldi vett részt, mindannyian 10-10 munkát készítettek. A díjakat nem szakmai zsűri ítélte oda, hanem egy hétig a kaposi polgárok szavazhattak. Azonban a szakemberek ítélete és a közönség ízlése ebben a kis műfajban megegyezett. A szakma is ugyanezeknek az alkotóknak ítélte volna a díjakat. Itt a miniatűrnél is arról van szó, hogy meg tudom-e oldani ekkorában, mert bármilyen furcsának tűnik, kicsibe sokkal nehezebb. Sokkal jobban lebukik a szakmai nem tudás. Mert kézbe veszem és megnézem közelről. S hogy kiknek a műveit nézegetnék szívesen? Giger Melinda tájképeit, Czóbel Marianna tűzzománcait, Szabados János csendéletét, Csiszár Elek négy képből álló siófoki mólóját, Josip Gregurics és Nádja Svegovics üvegházfestményeit, V. Molnár Júlia és Czóbel Anett grafikáit, László Bandi dobozait és Gera Katalin plasztikáit. A farsangi miniatűrök pályázatának eredményhirdetésekor művészbált hívott össze a Kaposvári Színfolt Alapítvány. Somogyi képző és iparművészek, valamint művészetpártolók lejtettek vidám táncot a bálon, melyből felgyorsított képekkel adunk ízelítőt, remélve, hogy sikerül kissé farsangi, báli hangulatba hozni kedves nézőinket is. Csokonai óta a farsang a somogyiak számára mindig valamivel többet jelentett, mint az ország más vidékein élőknek. Nem csoda, ha a művészek közösségének újrateremtését is ebben az időszakban teszik. Mi lehetne pedig a közösség teremtés legjobb eszköze, hanem egy farsangi pályázat és egy jelmezbál. Már tavaly volt ez a jelmezbál ötlet, amikor többen beöltöztek, és akkor kinevették őket, amikor bejöttek, igen, óriási sikert aratva, csak aztán nehezményezték, hogy mi az, hogy mindenki, illetve nincsenek mindenki ilyen beöltözve. És akkor most úgy jött az ötlet, akkor most kiirdetjük, hogy csak és kizárólag jelvezet, szinte kötelező megjelenni. Ez természetes, hogy valaki beöltözik. Nem mutogató vagyok egyrészt. Igen, sokkal szerényebb vagyok, mint ő. Mert szeretek bolondozni. Miért csíkos és kockás? Hát, hogy ne ismerjenek fel a tanítványaim. De úgyis, azért, mert az ellentétek vonzák egymást. Olyan szent életűek vagyunk. Egyetek kincsem a pelenkám! Van egy dumi a két fülem között! Miért éppen törpnek öltözött? Mert nagy bunkoponnal járok azért! A népszerűségi listát minden esetre az apáca és pap esetleg szerzetes jelmez és a törpök nyerték. Aztán persze itt volt az illegális műkereskedelem, a fekete gazdaság is. Azért a felszólítást nem vette mindenki kötelezőnek, az a szinte többeket varázsolt mezei báli ruhákba. A művészet történész a művészet között miért nincs beöltözve? Azért, mert a művészetkötés pillanatban egy személyben képviseli a szakmát, tehát bizonyos kiváltságot élvez. A szervezők minden esetre elérték céljukat, a somogyi művészek és művészetpártolók lassan igazi közösséget alkotnak, nem csak egy-egy tárlatnyitón folytatnak okos beszélgetéseket. Így aztán még az is előfordulhat, hogy egy-egy megrendelést a közös tánc emlékének köszönhet az alkotó, a mecénás pedig a műben ráismerhet az együtt átélt pillanatra. Kulturális magazin műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanitt, ugyanebben az időben. Megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!